Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen meglepetés vagy szerencse vár rád a következő időkben? Erről szól ez a jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan annak a lehetősége, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogy milyen meglepetés lesz az életedben. Ennek a díja 4000 forint. Itt középen ez a növény azt jelenti, hogy itt megértésről lesz szó. Vagy te érted meg azt, hogy ő mit akar, vagy miért viselkedik így, vagy ő olyan megértően közeledik hozzád. És milyen meglepetés lesz? Itt a csillagok szerencsét hoznak, a közeljövőben lesz nálad szerencse. Ez lehet egy örökösödési ügy, vagy olyan dolgok, amit le tudsz zárni, el tudsz engedni, és ez a helyzet szerencsét hoz számodra. Amit a csillagok még jelentenek, az asztrológia, vagy egy spirituális terület, akkor itt régi tudásról és bölcsességről van szó. Az is lehet, hogy találsz egy régi könyvet, és abban vannak ezek a megjegyzések, ez a tudás, és így ki tudod alakítani azt a spirituális területen, amiről álmodozol, ami a te elképzelésed. Lesz egy meglepetés a nyilvánosságon. Az is elképzelhető, hogy valakivel összefutsz, és ez lesz a szerencse. Itt láthatóak az álmok, a vágyak, az elképzelések. Az is előfordulhat, hogy álmodsz valamit, vagy álmodsz valakiről, és akkor így megérted a dolgokat, mert ez egy fontos üzenet lesz számodra. Amit ez a kép még jelent, nem csak a nyilvánosság, hanem hogy megkapod az elismerést. Itt látható, hogy lesz nálad egy szerencsés fordulat, és meg lesz az életerőd. Az is lehet, hogy ez a medve egy személyre utal, akinek szava van. Ez lehet a főnököd is. És itt lesz a szerencse, egy kellemes meglepetés, mert dicsér téged. Ha a kártyákat itt megtekintem, a hold jelentheti az anyukádat is, és ha már nincs az élők között, amire utalhat a koporsó, akkor itt lesz egy üzenet számodra, vagy az álomkép alapján, vagy valahogy érzed az anyukádnak a közelségét, hogy segít neked, hogy biztat téged, lesz egy szerencsés fordulat, és erősítsd a hitedet ebben. Itt ez a ház jelentheti az otthonodat, a környezetedet, a családot, és itt süt a nap, kivilágosodik valami, megvan ez a kisugárzás, ez a tisztaság, tudtok valamit rendezni egymás között. Az is lehet, hogy valaki meglátogat téged jó szándékokkal, és ez is lehet egy kellemes meglepetés. Vagy szeretnél egy ingatlant bérbe venni, vagy megvenni, vagy eladni, és itt is megvan a szerencse. A gyermekek is szerencsét hoznak, vagy, amit a kép még jelenthet, lesznek újdonságok, egy új irány, itt a nap megvilágítja ezt az új utat, minden olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és ez termést hoz, ez gyümölcsözni fog, ez az új kezdet. Amit még a képek jelenthetnek, hogy lesz egy látogatás, egy meglepetés, vagy találsz egy otthont magadnak, vagy a családnak, és akkor itt lesz egy új kezdet,
esetleg néhányaknál lehet egy kisbaba születése is. Vagy jön egy hír, hogy a családban valaki kisbabát vár. És ez volt az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!